Iskolába siető gyerekek zaja helyett a munkagépek hangja tölti meg a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumhoz vezető utca reggeli csendjét. A város képviselőtestülete jelentős összeget, 50 millió forintot szavazott meg arra, hogy a kijelölt utcák minősége jelentős javuláson essen keresztül, de ez a forrás fedezi a vízelvezetők kijavításának munkálatait is. Ebből közel 35 millió forintot költünk járdaépítésre, 11 utca érintett a járdaépítésben, részben már elkészültek a járdák, itt a Kossuth utcában most kezdték a munkálatokat, ez folyamatban van, itt egy 220 méteres járdaszakasz kerül megvalósításra, valamint Majoson, a 7-es utcában egy nagyobb volumenű járdafelújításunk lesz, amit ősszel kezdünk el, az körülbelül 600 méter járdát érint. Ebből a forrásból összesen 1200 méteren javulnak meg a gyalogosok számára a közlekedési lehetőségek. De a város rendelkezésére áll egyéb forrás is, ami további munkálatok lehetőségét is magába hordozza. És hogy mi alapján dől el, hogy melyik utca kerülhet sorra? Egyrészt műszakilag felmérjük, hogy hol szükséges a járdákat javítani, másrészt pedig a képviselőtestületi tagok a lakossági igények alapján leadják az ő véleményüket, hogy mit szeretnének, és ez alapján kerülnek a járdák egyrészt rangsorolásra, mert nyilván sok járda van, ami még felújításra vár. Elsődleges szempont a balesetveszély, az akadálymentes közlekedés, hogy megvalósuljon. A korábbi évekhez képest egyre több forrás biztosít az önkormányzat, a képviselőtestület a járdák felújítására, hiszen ez nagyon fontos, mivel a közlekedés szempontjából fontos, hogy akadálymentesen, biztonságosan lehessen a járdákon közlekedni, és a lakosság nagy részét ez érinti a legjobban. Az elmúlt években tavaly előtt 40 millió forintot tudtunk fordítani járdaárok felújításokra, és azt megelőzően a korábbi években 10 millió forintot. A városi felújítási program ütemezetten zajlik. Van, ami már tavasz folyamán elkészül, de az éves karbantartási tervben szereplők közül a már emlegetett Majosi 7-es utca lesz a legnagyobb feladat, mondja Kozmanikó, de ennek majd csak az ősz folyamán kezdenek neki. A járdaprogram mellett folyik a parkolók bővítésének projektje is. Az idén a Fáji lakótelep 32-33-as szám mellett alakítunk ki 9 darab térköves parkolót, ami szintén az ősszel kerül sorra. Minden évben építünk újabb parkolókat. A Fáji lakótelepet emelném ki, ahol sok parkoló épült az elmúlt években, minden évben szinte készülnek ott parkolók, valamint tervezés alatt van több parkolási lehetőség megoldása itt a városban, amit a következő években reméljük, hogy meg tudunk valósítani. A városban sok parkoló hely van, csak a városközpont 500 méteres körzetében vagy 650 darab parkoló van, mégis vannak olyan időszakok, napok, amikor ez is kevésnek bizonyul, ezért kell gondoskodnunk arról és előre gondolkodnunk, hogy hol tudunk többlet parkolókat még kialakítani.